Bajmokon is egyre inkább fejlődik a falusi turizmus. Főként a gasztronómiára helyezik a hangsúlyt. Az étterem tulajdonosa szerint az ide látogatók szeretik a falusi ízeket. A koronavírus és a járványügyi szigorítások miatt csökkent az idegenforgalmi helyek bevétele, de a tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkárság pályázatának köszönhetően 1 millió 400 ezer dinárt nyertek, ami elég volt arra, hogy megvalósuljon régi álmuk, vagyis hogy szobákat alakítsanak ki a turistáknak. Bajmok a pacséri gyógyfürdő szomszédságában van. Nyáron a sok turistának nem jut elegendő szállás, így a környező települések is részesülnek a bevételből. Imamo 9 soba sa kupatilima, a to smo zajedno sve uradili sa idejom s tim da u susednom mestu u Pačiru se razvila banja i sve veći broj ljudi koji dolaze iz centralne Srbije i zapadne Srbije koji dolaze tu da provedu više dana i potražila se i potreba za smeštajnim prilikama. Nem csak Szabadkán és környékén fejlődik a falusi turizmus, hanem Vajdaság szerte, emelte ki a tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár. Nenád Iványisevics elmondta, hogy idén a többi között Bajmok is felkerül arra a térképre, amely részletesen bemutatja a falusi turizmus szerbiai szálláshelyeit. Emellett tavaszra tervben van a Misityevói tópart rendezése. A prethodnoj godini na svim konkursima korisnici Crnobačkog okruga su dobili preko 50 miliona dinara, što pokazuje veliku zainteresovanost i veliku aktivnost svih subjekata i ja ih pozivam naravno da prate konkursi u buduće i ove godine i da nastave i ako bude moguće da budu korisnici još većih iznosa sredstava. Az illetékes szerint, mivel a falusi turizmus Vajdaság nagy lehetősége, idén várhatóan a tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkárság 200 millió dinárt különít el a turizmus fejlesztésére.